Kuszavonalak. Mégis valami rendet lehet észrevenni közöttük. Ide figyelj! Te nem tanulsz semmiből. Megmondtam, hogy ne lássalak még egyszer. Jaj, ez a pasas nem tréfál. Még egy ilyen pofon és fel se kelek talán. Valahogyan el kellene kerülnöm. Hello, Évi. Szia, Jonathan. Miben segíthetek? Gondoltam, hát ha tudod, hogy mit jelentett az, ha valaki egy régi írásban a papi pincékre utal? Nem olyan egyszerű ez. Tudod, az Egri Egyházmegye éppen tavaly volt 1000 éves, tehát sok száz éven át sok egyházi főméltóság, püspök és érsek megfordult és lakott itt. Pincéje pedig szinte mindenkinek van. És hol volt az egyházfők, a püspökök székhelye? Régen a várban, azaz a vár területén, mert tulajdonképpen a várat is az egykori székesegyház védelmére építették. Később azonban ez a szerepkör megváltozott. A törökök támadásakor a vár már elsősorban vár volt. És mi lett a papokkal? Volt ott pincéjük? Akkoriban a püspöki pincék a vár területén voltak, a székesegyház alatt. De a törökök közelettére a főpapok elmenekültek, és miután 100 év száműzetés után visszatértek, már nem mentek vissza a várba. Akkor lehet, hogy a bazilika alatt keresendők a papi pincék? Úgy is mondhatjuk. Azt mondják, az érseki pincerendszer szinte az egész belváros alatt elhúzódik. Egy hatalmas labirintus az egész, amit talán még nem is sikerült teljesen feltérképezni. Ez az. Ez kell nekem. Mondd, Évi, be lehet oda jutni? Hát nem igen, de nem sokára igen. Ugyanis a város elhatározta, hogy rövid időn belül Város a Város alatt címmel egy nagy-nagy állandó kiállítást épít a pincékben, felújítja az egész labirintust. De a munkálatok még nem kezdődtek el. Ez nem jó. Mindenképpen be kellene mennem a bal labirintusba. Nincs semmi ötleted? Kinek a tulajdonában van? Hát azt hiszem, az önkormányzat kezelésében van. A városházán kellene kérvényezni. Várj csak. Tudod mit? Beszélek a Gézával. Gézával? Ismerem? Igen, ismered. Darázs Géza. Találkoztál vele? Te ismered Darázs Gézát a városházáról? 3 éve. Géza a férjem. Évi, neked van férjed? Igen, van, de... Igen, van... Oda is szólok neki, menj a városházára, beszélj vele. Na, menj. Igazán nagyon, nagyon kedves vagy. Köszönöm.
Na hát, Évi és Darázs Géza. Sosem gondoltam volna. Hantúr? Jó napot. A feleségem telefonált, hogy leszeretne menni az érseki pincékbe. Igen, borzasztóan fontos lenne, hogy... Nézze, a pincék jelenleg nem látogathatók, de tervben van, hogy hamarosan egy kiállítást nyitunk. Darázs úr, csak egy fél óráról, esetleg egy óráról lenne szó. Csak körülnézni. Nézze, kimondottan veszélyes is. Se világítás, se fűtés, nagyon hideg van odalent. Ezt megoldom, Darázs úr. Tudok vigyázni magamra. Engem felnégyelnek odafent, ha ez kiderül. Nem, nem kiderül, megígérem. Nos, jó. Itt a kulcs, de nem tőlem kapta. Mi lesz ebből? Ja, és vigyen magával lámpát, feltétlenül. Anélkül semmit nem fog látni. Nehogy valami bajt csináljon, vagy eltévedjen, az ott egy kész labirintus. Rendben, vigyázok. Nagyon köszönöm, Darázs úr. Ne nekem köszönje. Évi hosszabban főzőcskézett, mint maga. Ért hozzá a nyavajás.